Jól kezdte a meccset a hazai csapat, az első negyedet 29-7-re nyerték a nyíregyháziak. A második 10 percben 6 pontot faragott hátrányából a Szeged, de a házigazda a harmadik 10 percben visszaállította a különbséget. A negyedik negyedben már újoncokat is avatott az NKS, amely végül a 27 pontig jutó Papp Klaudia vezérletével 17 pontos győzelmet aratott a tiszapartiak felett. Jól induló mérkőzés volt, tehát itt már rögtön az első percekben megszereztük a vezetést, és ezt folyamatosan csak növeltük. Volt már közt az első negyedben is 20 pont, utána ugye elkezdtük a cseréket becserélgetni, hogy mindenki kellő játékidő, hogy kapasson a pályán, akkor egy picit megtölt a rendület. A védekezésünk akadozott, ugye a blokkokkal nem mindig úgy tudtunk menni, ahogy mi szerettük volna. A letámadás ellen aránynak sikerült jól megoldanunk a támadójátékot. Zóna védekezés viszont megint egy picit gondot okozott számunkra. Ez az, amiben még mindig javulnia kell a csapatnak, de összességében úgy gondolom, hogy mindenki kellő játék lehetőséghez jutott, mindenki megpróbálta hozzátenni azt, amit ő saját maga tud, és egy értékes győzelmet arattunk a Szeged ellen. Már a hétvégén rendeznek fordulót az amatőr nemzeti bajnokságban, a nyíregyháziak nem lépnek pályára. A sorsolás az úgy adódott, hogy vannak benne ilyen hézagos mérkőzések, ami alapvetően nem nagy gond, mert megfog mérkőzéseink vannak, tehát hogy azon a csapatnak a 80%-a játszik. Szalagavató van a hétvégén, ahol az egyik játékosunk érintett, a csapatot is meghívta, tehát én úgy gondolom, hogy nem gond az, hogy most pihenő van, és ugye ami a legfontosabb, hogy a Debrecennel játszunk majd itt a 25. hétvégén, és utána megint egy hét pihenő következik. Az azért jó, mert ugye halottak napja van, és évek óta nekünk minden egyes alkalommal november 1-én mérkőzésünk volt, hát végre el tudjuk engedni a játékosokat, hogy a családdal tudjon kimenni a temetőbe, emlékezzen meg a szeretteitől. Tehát szerintem ez így most nekünk ez teljesen jó, ami hiányunk van, azt a mérkőzéseket pótolni fogjuk. Két fordulót követően a nyíregyházi kosársuli mellett az MTK áll két győzelemmel a bajnokság keleti csoportjában.